A sikeres emberek támogatója, Óbuda Békás megye önkormányzata. Szia, Andrea! Korábbról már ismerjük egymást. Mindig is csodáltam ezt az élet örömöt, ami benned van, ami téged jellemez, a sikereid. Most már 8 könyv, az olimpiai ezüst és bronzérmek, a munkásságod a gyermekgyógyászat területén. Hogyan kezdődött ez az életút? 59-ben költöztünk Óbudára. Én azóta is ugyanabban a lakásban lakom, ahova a szüleimmel költöztünk. A szüleim is egyetemet végeztek mind a ketten, az apu művészettörténész volt, az anyu gyógyszerész, és azért a gyógyszerészet nagyon közel van az orvosláshoz, tehát az egy nagyon paralel futó szakma. Volt egy nagybátyám, aki sebészfőorvos volt egy budapesti kórházban, és vele be lehetett járni a kórházba esténként vizitelni. És akkor ezt a fertőzést is megkaptam, és az, hogy gyerekekkel akarok foglalkozni, nem emlékszem, nem tudok visszagondolni olyan időszakra, amikor nála az lett volna a legfontosabb, hogy gyerekek vegyenek körül. Több olyan nézőnk is lehet, fiatalok, akik pályaválasztás előtt állnak, esetleg kacérkodnak az egészségügyel, az orvosi pályával. Gyermekorvosként hogy telik egy nap? Hát az attól függ, hogy az ember hol gyermekorvos, mert ha a klinikán dolgozik, akkor van egy klinikai rend, amiben dolgozni kell. Ha ilyen kengyelfutó gyalogkakuk, mint én, és körzeti, magyarul vagy manapság úgy mondjuk házi gyermekorvosként dolgozik, akkor van egy fix rendelési idő, és aztán vannak otthoni beteg látogatások. Mit jelent számodra a díszpolgárság? Óbudán élsz, látod az elmúlt években milyen innovációk történnek. Fontos-e számodra a gyermekeknél a prevenció? Mindenféleképpen azt szoktam mondani, hogy a prevenció olyan, hogy oltjuk a tüzet, az a gyógyítás, vagy megelőzzük a tüzet. Tehát sokkal jobb, ha meg se gyullad, mint hogyha oltani kell a tüzet. És amióta díszpolgár lettem, most már több mint egy éve, egyébként is figyeltem, és láttam, hogy hogy változik a környezet, és nagyon, nagyon örömteli, amennyi jó kezdeményezés meg rendbehozatal van, tehát például a rendelőintézetet rendbehozták, például van egy új gyerek egészségügyi központ, például úgy tudom, Budapesten az első ingyenesen használható bejelentkezés után természetesen használható sószoba. És azért ne felejtkezzünk el arról, hogy Óbuda Békás megye ren van, az édesanyámról elnevezett csillaghegyi úszoda, hát az ő nevét kapta. Nem olyan régen küldött valaki egy fényképet, és el is mentem megnézni egy nyitott, hát egy nyitott konditerem, de hát ezt nem lehet teremnek hívni, mert nem az, ami édesapámról kapta a nevet, és ilyen erőgépek, meg mindenféle erősítőgépek vannak. Az volt nagyon érdekes, hogy amikor kiderült, hogy én leszek Óbuda díszpolgára, akkor azt meséltem a barátaimnak, meg az ismerőseimnek nagyon nevetve, hogy tulajdonképpen nem egészen értem, mert egész nap a 7. kerületben vagyok, mert itt van a körzetem. Oda csak aludni megyek haza, meg jövök el reggel, de hát a szívem azért óbudai. Nagyon remélem, hogy akik ott élnek, akik a közvetlen környezetemben élnek, ugyanúgy szeretik Óbudát, mint én. Köszönöm szépen, Andrea, és a lehető legjobbakat kívánom a jövőben. Én is a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek, és ha nem is laktok Óbudán, gyertek játszani Óbudára, úszni, játszani, Dunaparton sétálni. Jó programokat lehet csinálni Óbudán. Köszönöm. Köszönöm én is. A sikeres emberek támogatója, Óbuda Békás megye önkormányzata.